Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! Lépj be te is az elmentes övezetbe. Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gabi, hello! Jó reggel! Jó reggel, szervusztok! Igazán nagyszerűt találkozunk. Hát figyelj! Ezért a mondatodért szeretlek. Igazán nagyszerű, hogy találkozunk. Hát ilyet ma már ember nem mond, csak Gabi. Mi újság van, Gábor? Köszönöm kérdésed. Hát ünnep közeledik, ugye? A karácsony szádra nevedd. Igen. Engedjük azt, elbeszéljünk, oly sok szép téma van. Miért ne beszélhetnénk a karácsonyról? De nyugodtan beszéljünk csak a karácsonyról. Legalább ezt legyen már amiénk. Hát a... Miért nem akarja tőletek senki elvenni? Már ne kezd már előre a paranoiádat. Senki nem akarja elvenni. Egyébként, ha hiszitek, ha nem. Azt eszel, amit akarsz. De vannak, akik más tesznek. Itt van hát... megjött Bio Gabi, mindjárt itt a Bio Kari. Adom. Ugye? Ugye? Egyébként az emberek megpróbálnak egészségesebb ünnepi ételeket készíteni. Ebben mi is tudunk segíteni. Kedves csapatunk segít sokszor, és az emberek kérdezik, hogy lehetne zablisztel, hajdinával, tehát különböző egészségesebb ételekkel. Most nem azt mondom, hogy váltsuk le a karácsonyi hagyományos menüket most azonnal. Tehát nem ez a cél, meg nem szeretném senki kedvét elvenni. De van egy jó pár olyan megoldás, amivel egészségesebbé tehetjük az amúgy hagyományos ételeket. Uh-huh. Nálunk például várható egy dióval készített töltött káposzta. Dióval készített töltött káposzta? Igen, van, aki hajdinával készíti, van, aki dióval. És hoztam nektek most nyers tortát, Feri kóstolta, és úgy láttam az arcán, hogy nem volt ellenére. Meg is dicsértelek, nagyon jó volt. A gesztenye ugye egy jó étel, tehát ahhoz már mindegy, hogy mit tettél, az vitte. Finom, de tényleg igen. Finom volt. Igen. Ahogy te dicsérsz, Feri, úgy nem dicsér senki. Körülbelül 10 másodperc, kiment a Feri, és így megette a tortát, hát a gesztenyhez már bármit teszel, az már minden. Ráteszel valamit, már az is. Nem, hát ez megvan. Így ette meg a Feri egy másodperc. Valami mellé fúj a szélbe. Valami mellé teszel, jó volt az, hogy te bio ember. És csak az üres tányér, mint a cápa, amikor így rámar konkrétan. Feri, a dobozt add vissza, legalább. Te, Jánusz arcú, te. Mondtam, hogy finom volt. Jánusz arcú, te. Mondtam, hogy finom volt. A gesztenye, ez bármit tesztek, ad már minden, hát a jó. A gesztenye vitte el, a gesztenye ízű volt. Szerintem becsüljük meg, hogyha a Ferinek ízlik valami. Finom, ugye? Na. Abszolút. Ezt a hangot hallottátok. Nem, én nem így eszem, tehát hogy aranyos. Illetve konkrétan ez volt. Illetve amikor a dobozért nyúltam, akkor még volt egy ilyen is, hogy... Ó, szegény hallgató. Nem hallgatom a kezedbe, mi? De hamis. Egyébként Balázsnak évvégére szerintem hasznos volna egy hajnövesztő diéta. Bizony. Mindenképpen egy B-vitaminos, szelénes, valamint tehát hajdina-csírás megoldást javasolni, kétszer gyorsabban is. Szedek B-vitamint és szelén, és cinket is. Ezek mind jók, hajra, körömre. Igen, de egy jó hajdinás datójakrém, tehát mindenképpen valami hajdina. Értem a szójátékot. Hajdinás. Értem én, hajdina. Persze. Egyébként ilyenkor évvégén sokkal több ásványt eszünk, vasat, kálciumot, magnéziumot, B6 vitamin, ugye a beiglikkel is, meg egyebekkel, és ilyenkor minden gyorsabban növekszik tulajdonképpen. Tehát és jobban is hízunk máskülönben, úgyhogy ezek hasznosak lesznek Balázsnak is. Tehát tényleg lesz valami ebből a hajvágásból? Hát nem, hogy lesz valami. Csak vicc? Nem. Hát ez komoly? Gyerekek, hát nem, az ember megígér valamit, abba beleáll. Hát ez egy fogadás volt, Feri nem gyújt rá, akkor itt felberreg a borotva, kérem szépen. 22-én van, menni kell. Muszáj, hát a puhaság lenne ebből most már kiátrálni, hogy jaj, Feri, hát biztos rágyújtottál, csak nem tudunk róla, ebbe bele kell állni. Egy férfi, egy úriember, az állja a fogadást. Hát kopaszt leszek valószínűleg. Mindegy is, nem? Tessék? Hát akkor meg... Figyelj, fél év is visszanő, hamar elmegy. Nem? Hát? Egy év is ugyanúgy fogok kinézni, mint most, úgyhogy a hülyének is... A következő is... gáttálentet már megint így tudod vezetni. A hülyének is megért a gyerekek, mindent a műsorért. Fél év is visszanő. Viszont hát, olvastam egy ilyen mozis idézeteket tartalmazó gyűjtemény, mert azt hiszem Teli Szával ezt mondta. Fél év is visszajött. Aztán történt egy kis baleset, megfáztak a hajhagymái Teli Szavalasznak, igen. Én még júliusban is sapkába fogok járni, hogy ne legyen semmi baj. Magyar Gábor. A szabad említést tenni a Mikulásról. Képzeljétek el, hogy beosont valaki, és a csizmáinkba írt csokoládés zabos tallérokat helyezett. Úgyhogy megvolt a Mikulásunk, mert biztos
Nekem is mindig van a csomagomban zabos tallér. Elmerülhet. És tűzérmás folyában. Tehát csak az, hogy mi is időnként kirúgunk a hámból, és vannak olyan napok, amikor azért megengedjük magunknak a luxust. Úgyhogy ilyenkor azért az a Mikulás gondolom, ez felmerült a kedves hallgatókba, hogy nálunk csak mazsola volt, mondjuk magyaróval, vagy mi lehetett még. Hát volt azért egy-két luxus cikk is. Tehát kirúgunk a hámból, és azt gondolom, hogy most elengedjük magunkat egy kicsit jobban az év végére. Tehát lesz reformbeigli, ha lehet, akkor inkább, hogy nyilván nem sok hozzáadott cukorral, de szerintem itt egy kicsit szénhidrátbő lesz a mi ünnepünk is. Fel kell készíteni a gyomrot egyébként, vagy fel lehet? Tehát például böjtöléssel, ugye, hagyomány szerint akár, vagy az ember csak egyen, és utána böjtöljön, illetve utána pihentesse a gyomrát, szerintem, vagy utána regenerálja. Illetve nem is jó szó ez a koplalás, hanem kihagyni. Tehát például a karácsonyi nagyevések előtti időszakban ki lehet hagyni a vacsorát, tehát egy főítkezést ki lehetne hagyni, és csak arra vigyázzunk, hogy ha valaki elkezd mondjuk koplalni vagy böjtölni az ünnepi időszak előtt, akkor később ugye rá fog hízni egy kilót, ez egy jó effektus, rá fog hízni egy kilót, a szervezetet kiéheztetni, tehát nem jó. De egy-egy főétkezést elhagyni, az mindenképpen hasznos. És szeretném mondani, hogy az ünnepekkor nem önmagában az a baj, hogy amit eszünk, mert ugye úgy tudom, hogy a pulyka, meg a káposztás ételek, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, hogy bólé, gondolom, hogy lesz nálatok ilyesmi. Mm. Nálunk bólé, is egyébként, teke, kugli. Egyébként lesz fahéjasszeg fűszeges. Ettől azért tudsz jobban. Csak mondom, hogy nem mindig az alkohol teszi az ilyen italokat, tehát nem ez a fontos, hanem egy szegfűszeges fahéjas forralt almalé is fantasztikusan fel tudja hevíteni a szervezetet, hiszen ott van benne a glükóz, a cukor, tehát nem feltétlenül kell az alkohol tartalom. Ó, Istenem, azt a szilveszteri partit, hogy a haverokkal isszuk az almalevet, te! Nem, Feri, tehát itt a fahéjas szegfűszeges forralt almalé. Laci, átmegyek, ha ez van nálatok, jó? Ha iszunk egy ilyet. Ez felpesdít. Jó, elhisszük. Aha, jó. Ez tényleg, ez hasznos. És mi van a tűzoltással utána? Tehát, hogy oké, nem figyeltünk oda a kis jó tanácsaidra, mégis túlzabáltuk magunkat rettenetesen. Ez simán benne van egyébként, szerintem 10-ből 9 magyar családnál ez azért előfordul, hogyha mondjuk jó kaják vannak tényleg az asztalon, hogy nem tudsz magadnak megállt parancsolni. Mi van utána? Hát egyrészt szerintem a rendszer a fontos, tehát az ünnepi időszakban a rendszer a fontos, hány óránként eszel, ne nassolj, a nassolás kiiktatása borzasztó fontos lenne. Gondolom a kérdésed arra is vonatkozik, hogy szétcsapatjuk-e a végén valamivel. Be, igen, ezt a szétcsapatás rész az érdek a legjobb. Lecitin. Lecitinnel hogy? Csapatjuk szét. Tehát készítünk egy lecitines italt, vagy magába az ételbe keverjük. Ugye lehet kapni ezt a kis tégelyes lecitint, ami emulziót hoz létre a gyomorban, és jobb a hatása, mint a vörösbornak. Ugye itt mindenki azt várná, hogy nyilván valami alkoholos italral a zsírt föloldjuk. De rossz híred van, nem oldódik a zsír alkoholban? De oldódik. Na, ugye? Csak itt ugye az a gond, hogy az ünnepek alatt valaki fölhív, hogy figyelj, ugorj már át, hadd beszélgessünk egy kicsit, beülsz az autóba, stb. Ugye ez a nehéz, hogy az alkoholfogyasztás egyéb hátrányai mellett, ugye az is hátránya, hogy nem ülhet utána autóba. És azért valljuk meg, az ünnepekkor az ember csak előfordul, hogy beül a kocsiba, és átugrik valahova, mert rég találkoztál a barátaiddal, rokonaiddal. És ugye ezért nagyon meg kell gondolni, hogy ki mikor mit fogyaszt, és ezért szoktunk ilyen kis emulgátorokat alkalmazni. Egyébként ez bizonyos tüzes víz, amiről beszéltünk korábban, ez a 4-5 komponensű hagymás, sokhagymás, tormás, gyömbéres valami, az is alkalmas lehet arra, hogy fölgyorsítja a gyomoremésztést, kis kanálnyit adunk ebből az anyagból. Nagyon jó, nekünk még mindig van belőle, mert akárhányszor iszok egy kanállal, mindig összecsomagolja a cuccaimat, Móni, és kirakja az udvarra. Hát van egy illata, igen, de hűtőben lezárva, tárolva végül is annyira nagy problémát nem okoz. A helyi vérbőség, amit okoz a gyomorban, az hozza létre a gyomor emésztésnek a javulását, úgyhogy ilyeneket tudunk elképzelni. Máskülönben egy kis paradicsom sürítmény mindig legyen otthon, és azt kortyolgatva az étel mellé, ez a bizony sav hatás, amit a paradicsom sürítmény létrehoz. Például ez, a diós beigli mellé. Ez segíti a hatást. Hát nyilván, mint a zsíros ételeket mondtam, nem véletlen, hogy a gombás ételek mellé az olaszok miért mondják a paradicsomos önteteket, meg hát maga a pizzát. Ugye miért paradicsomos a pizza? Mert a gombát a gyomor ugye nehezebben emészti. A paradicsom sűrítménnyel adva viszont a gyomor csak egyszer termel rá savat, és nem többször, ezért nyilván húsos ételek mellé is a paradicsom szósz hasznos, mellesleg sárgarépa szószt is használnék.
sárgalépa szósz és paradicsom szósz. Azért azt nehéz elképzelni, hogy az ember egy kis poárkából azért így szürcsöli a töltött káposzta mellé. Egy kis sárgalép, egy kis paradicsom, egy kis töltött káposzta. De hozzáteszem, hogy friss bazsalikomot, tehát bármilyen fűszer teszünk a paradicsom szószba, az megbolondítja, tehát nem egy üres sós sűrítményt képzelek el, hanem különböző fűszerezésekkel. Annyiféle jó fűszer van, és fűszeres szószokat adunk az ételek mellé, ez serkenti majd az emésztést. Az, hogy az ember szervezete téli álmot alszik, ez jelent valamit valójában? Igen, ilyenkor télen a szervezetünk átáll. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az emberben is működik, helyesebben van, csak passzívan, a téli alvás gén. Tehát mi nem vackoljuk be magunkat sehova térre, hanem átáll a szervezet, ugye a szénhidrát anyagcseréről a zsír anyagcserére. Lényegében arról van szó, hogy halmozni kezdjük a zsírszövetet. Ugyanúgy, ahogy a medvék vagy a sündisznók, tulajdonképpen ez a szervezetben bekapcsol, csak mi nem szenderedünk álomra. És érdekes kutatási program máskülönben ezt, képzeljétek el, hogy a NASA is bekapcsolott az emberi téli alvás génnek a kutatásába, ugyanis az űrhajósokat le lehetne hibernálni. Ez egy hibernációs gén, vagy génekről van szó, nyilván erről nem tudnak a szakemberek túl sokat. Gondoljátok meg, hogy a háborúban megsérül egy katona, és azonnal valamilyen módszer le lehet őt hibernálni, a kórházig túléli a sérülést, és nem hal meg. Az űrben le lehet hibernálni az űrhajósokat, és nyilván nem arról beszélek, amikor egy főnöknek egy beosztott munkája nem megfelelő, és lehibernálja egy ilyen típusú kávéval, vagy valamilyen üdítővel a dolgozót, és akkor nincs szükség a munkájára. Tehát ez kihasználható, egyébként titkosítottak az információk, hogy hogyan lehet embereket hibernálni. Tehát ha hiszitek, hanem a Star Wars-ból ismert Han Solo effektus nem jéggel, de ilyeneket ismert, ezzel most azért így meglettél. Ez most egy ilyen nem várt. Kártya volt, amit előhúztál. De az egy szénfagyasztó volt, és kétséges volt a kísérletnek az eredménye. Így van, eredetileg Luke Skywalkert akarták, csak Han Solo volt ugye a kísérlet. Most nem ebben menjünk bele, mert elindult a fantáziátok. Pont kapóra jött. Solo kapitány. Na jó, igen. Szóval vannak új dolgok is érdekes. Készítsük elő a fogyasztót Luke-nak. De mi lesz, ha megsérül? Nem ezt ígérte? Kártalanítva lesz. Majd átadta Boba Fettnek, aki most már azt kínál vele, amit akarja. Már lehetne ilyen hibernációs génbe kapcsoló eszközöket is alkalmazni. Lényeg az, hogy működik, és azért van az, hogy sokkal lassabbak vagyunk, szétszórtabbak vagyunk télen. A helyzet az, hogy nem kell megírni, ez nem betegség, mert nem kell falni rögtön a 10 g-os C-vitaminokat. Egyszerűen arról van szó, hogy az ember télen máshogy működik. Néhány kilót fel fogunk szedni, lassabban működünk. Azért ne felejtsük el, hogy a régi világban télen mit csináltak az emberek? Télen. Fáztak. Hmm. Ja. Gyereket. Begyújtották. Szántottak. Ja. Azt nem. Söpörtik a havat. Hát az asszonyok ugye szőttek, fontak, beszélgettek, ilyenkor volt a szociális együttlétek ideje, és lényegében ma az emberek végig dolgozzák majdnem az egész hideg évszakot, és ez nem egészséges a szervezetnek. Nyilván ezt most nem várom. Ezt mondjuk régóta, hogy ez a meló. Aha, ez minden nap beszélek a vezérigazgatóval, de egyelőre ez nem ment át rajta, hogy árpikem. Rohadtul egészítettem, a rohadt életben nem hiszed el, nézd rám. Kérem, ilyenkor egy 3-4 órás műszak volna szerencsés. Inkább a fonóba. Az ember kevesebbet keresne, de sokkal nyugodtabb volna a téli időszak, de most más világ van nyilván. Úgyhogy azt gondolom, hogy ne csodálkozzunk, mindenki lassabb, mindenki nehezebb felfogású ilyenkor, ne haragudjunk egymásra, és ilyenkor az ünnepek idején pedig mindenképpen ugye ápoljuk azokat a kapcsolatokat, amiket elhanyagoltunk. A lényeg, hogy ez a téli időszaknak az ideje és helye. Nem az, hogy túlmunka, meg egyebek. Úgyhogy ezeket az egyszerű közhelyeket tudom mondani, és szerintem ezek működnek régtől fogva. Na, egy kicsit hagyj pillancsunk be Gáborék konyhájába, hogy mégiscsak így nagyjából tudjátok-e már, mi lesz a menü, mi kerül az ünnepi asztalra. Káprásztas el bennünket, egy alternatív menüt szeretnénk hallani. Mentek-e betlehemezni? Hát mindenképpen valamilyen káposztás ételt, amit mondtam, ez a diós hajdinás töltött káposzta, ez abszolút működni fog. A szójában nem működik? Kókuszsírral csinálod, ugye? Igen, ha lehet, akkor hidegen sajtolt vagy extra szűz, tehát itt a jó minőségű kókuszolajokat tanácsoljuk. És különböző olyan csokoládékrémeket készítünk, amiket vagy érett avokádóból, vagy datójából. Édeszájú. Datójalekvárral készítjük, különböző, hát lehet kakaót hozzátenni,
illetve mandulatejszín, kókusztejszín, tehát egy ilyen szószt készítünk. Szeretjük ilyenkor az édes krémeket, és valamilyen házi készítésű piskóta tésztára téve ezeket a reformkrémeket. Hát ilyen Bountyhoz hasonló, vagy kókuszos krémek készülnek. Rendkívül finomak. Egyébként a mandula és a kókusz együtt vaníliával nagyon, nagyon ízletes krémeket hoz, és nem is kell hozzá tehéntej, vagy konkrét állati termék, hanem így állítjuk elő. Datójával és kakaóval keverve pedig egy csokoládé áll elő, amit egyébként kóstoltatok is, ebben nem volt tej, nem volt semmi különösebb termék, hanem kókusz volt, mandula volt, datója volt, méz volt, ilyenekkel készült. Tudom, hogy ezek drágább árfekvésűek, de mégis ilyenkor ezt használjuk. Citromos sült tofu, zöldséges bazsalikomos pöleskörettel. Ez hasznos lesz, nyers tortákat fogunk hát inkább rendelni, nem hiszem, hogy készíteni. Sült gesztenye mézzel, tehát mézes sült gesztenye és mézes sült dió. Ezek lesznek a csemegéink. És utána Cannibal Corpse-ot hallgatok hajnalig. Igen, igen, meg a detes pólóba. Igen, obituári falfestéket fújtok. Házfalakra is elrohantok. És egymás hoblokára írjátok zsilletengél, hogy sátán. Ez nem. Ajándékokat megvetted már? Volt már egy kis... De vásárlást nyakadba vetted a város? Hát megvannak az ötletek, de még nincs mindegyik megvásárolva. Kicsit közszolgálat, kicsit Gaskó Balázsok. Na, nyakadba vetted már a várost, Gábor, hogy meglent a szeretteidet? Nem, még kivárunk. Leértékelése, mint Jani, vagy mire vártuk? De. Hát meg kell nézni, az ember mindig úgy van ezzel, hogy hát ha talál jobbat, hát ha talál jobb ötletet, és megvettem valamit, akkor utána fáj a szívem, hogy miért nem a másikat vettem. Úgyhogy az ember egy kicsit jobban kivár ilyenkor. Egyébként nekem a téli szezon az új receptek ideje is máskülönben, úgyhogy ilyenkor előkapom a szakácskönyveket, és olyan új recepteket próbálok ki, amiket évközben nem tudok, tehát új ízeket próbálok ki. Mi lesz igaz, most az újdonság? Nem mindenki örül ennek otthon. Kérdezte őszinte érdeklődés. Igen, igen. Miért ezt ha egy százas skálán kéne, pontozom az őszinteséget, így a -3000-re tenném. Feri így megriadt, hirtelen fölébredt, és így gyorsan kérdezett valamit. Így van. Az irónia méternek a mutatója kiakadt. Mégsem múlhat el úgy 20 perc, hogy Feri nem szólal meg, így fölébred. Mi lesz az újdonság? Miért a kókuszolajat is én adtam a szájába. Az pont 20 perce volt. Nem volt az annyi, mert akkor még nem beszélt. Jó, hát megmondom dolgozik. Őszintén, hogy most az érett avokádót próbálnám meg valamilyen krémnek elkészíteni, vélhetően agavé sziruppal és valamilyen kókuszkrémmel, ezen még gondolkodok, de ezek az új fejlesztési ötleteim. Az avokádóval, a kókusszal valamit működni, mert ezek a krémek működnek, hiszen a gyerekek, akik nem fogyasztanak, vagy mondjuk tejérzékenyek, szeretnének valami édeset enni, és sokszor kérdezik, hogy ha nem sósat, akkor milyen édes krémeket lehet készíteni, ami jó ízű. Hát én krémekkel fogok most próbálkozni. Édes krémekkel. Azt a mindenit. Egyébként, aki szeretne ma este eljönni, itt a fővárosban lesz egy kis klubunk, főzőklubunk, ez egy non-profit alapítványi működés, és el lehet jönni, számos finom étel készül reformszakácsokkal, tehát segítünk, ez egy 2-3 részes kis főzőklub. Úgyhogy lehet jönni. Ahogy becsempészte, mi? Hát, kikupálódott az évek alatt, mi? Mikor már mindenki csukódik le a szemben, nem, akkor benyomja a klubot. Azt a mindenit. Nem, ez a cél, csak elképesztően levelet kapunk, hogy hol vagyunk, mint vagyunk, nem találnak. Nem jó, nincs igazán jó reklámunk, meg nem is foglalkozom igazából kiemelten ezzel, de pedig fontos, hogy megtalálnak minket az emberek, mert ugye a műsor hat, és akkor az emberek kérdezik, hogy igen, ám, de hol vagyem, mit csináljak, hova menjek, hol tanulhatom meg, és a kis csapatunk ilyenkor segít. Mit reggeliztél, Gábor? Bevallom, hogy most én is nyers tortát ettem, ezt a kis kókuszos mandulás öntetet, illetve ezt az öntettel készült kis krémet, amiben ferítést titeket is megkínáltalak. Ez egyébként, ha megeszünk egy ilyen kis kockát, ez egész délig kitart. Szerinted. És hoztam nektek nyers kenyeret is, máskülönben ezek szárított, házilag 39-40 fokon szárított kis maglisztes, őrölt csirákkal készült kenyérlapocskák. Ezek a nyers kenyerek, ezek nem olyanok, mint a gluténos sütött kenyerek, hanem ezek aktív kenyerek, úgy nevezzük ezeket. És almát fogyasztottam hozzá egyszerűen, és egy pici kis áfonyalekvárt azért. Na jó, azért mondja, hogy jó, persze. Az áfonyalekvár. Az a helyzet, hogy ez hiányzott, mert ebben a nyers tortában nem volt lekvár, és az muszáj volt
elég édes volt. Gábor, ti miben tároljátok az áfonya lekvárt, mert ezt mindig bedobod. Van ott egy silótok. Siló van, igen. Mindig van a hűtőben. Nyissátok az áfonya! Miben nyílik az áfonya siló ajtaja? Zárjátok a kettes kapuját! Jaj, ti mindent elvicceltek. Egyébként tele van Székelyföld. Megint két ilyen barlangi troll tud, és elkezdik tolni. Tele van Székelyföld áfonyával, Magyarország sajnos nem. És máskülönben házilag is lehet befőzni áfonyát, fantasztikusan kis befőző házi berendezésekkel, és a főtt áfonya, amiben nincsen, tehát nem felfőzött lekvár, hanem az áfonya befőtt szoktunk kapni, vagy vásárolni, és áfonya befőttet is szoktam használni. Gábor, hát nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget. Az egész éves, kitartó, alázatos munkádat is. Hát én köszönöm nektek. Illetve óvaintem felét, hogy bevackolja magát téli álomra egy kis kolbásszal a szalonnával valahova, és ott esetleg el... csak ne incsél engem, drága szívem Gábor, te csak ne incsél, mert nagyon sokan ugyanígy fogunk tenni karácsonykor, gyönyörű ételekkel fogunk. Jó, de az a baj, csapassátok szét, lecit innen. Nem, az a baj, hogy írtam Ferinek egy e-mailt. Évente egyszer vagy kétszer hívjuk valahova a Ferit. Mert szeretnénk, hogy részt vegyen egy rendezvényen, ahol tényleg beszélne arról, hogy hogyan él, és az emberek erre kíváncsiak. És Feri azt válaszol, de láncon vezetnétek be olyan? Sajnos. Persze, és ilyen szájzával. Hozzátok az órját. És Feri azt válaszolta, hogy az éves vagy nem tudom, szó szerint az éves kolbászfesztivál pont Valentin nap lesz, és több is van, de pont ott lesz, úgyhogy korábban is kikosarazott, akkor is egy nem tudom, egy békés tenyé hozzá egy nullát, megváltozik a válasz. De nem jutottunk el idáig. Itt volt a baj. Itt volt a baj. Arról még nem beszéltünk, de mindig kolbászfesztivál miatt nem tud eljönni a rendezvények. Hát ha ilyen hülye helyre szervezitek, vagy időre, hát most mit csináljak? Ez be van írva, minden évben ott vagyunk, túrkeve, tudod. Az lesz a... Egy kicsit ellentétesnek érzem a profilotokat, tehát ez körülbelül olyan, mint egy szinkronúszó válogatott előadás, mint Fekete Laci előadást tartana. Nem, tehát, hogy picit más, nem uram, tudom, tehát más a profil. Nem jelentkeztem. De azért mondom, hogy picit értem, más. Hogy tehát ott. A Feri ezen a rendezvényen egy előtte kép, nem? Maximum. Tehát, hogy... Nyilván, tehát nem tudom elképzelni, miről tudna előadni, tök más. Tehát az egészséges életmód, és a vega életmód, és a vegán életmód, hát Feri még egy tök más dolgot, ami legalább ugyanolyan fontos, és nagyon sokan élnek ugyanígy, azt képviseli, de hát szűk a keresztmetszet, ahol azért találkoztok. Figyelj, mondd meg, igen? Most, hogy miért lennék ott? Olvasom a kommenteket, és olvasom az e-maileket. A Ferinek az életvitel változáson az emberek megdöbbentek. Emberek szoknak át egy új életvitelre. Nem az alapján, amit én, vagy akár János vagy Balázs mondhatok, hanem Feri révén. Egyébként Feri, amit képvisel, az a minőségi termékek, úgy tudom, és ja, vicc mellett van egy ilyen nagyon fontos, komoly üzenete is a Ferinek, amit szerintem a hallgatók pontosan éreznek és értenek, a minőségi termékek. Tehát ő sem hisz a gyenge termékekben és a gyenge minőségben. És amióta ez a dohányzás leszokás megtörtént, én azt látom, hogy az emberek meg vannak döbbenve, és azt mondják, ha neki sikerül, nekem is sikerülni fog. Legalábbis december 22-ig. Hát azért abban még ott lehet egy csavar, hogy 22-ig nem fér rágyújt egy akkora egy rakétára. De a Feri pontosan tudja, hogy megszólal a tűzriasztó. De a Feri pontosan tudja, hogy az emberek iránti felelősség miatt, és azt hiszem ezt mondta is valamelyik nap, hogy ez nem ilyen egyszerű, ez nem így működik. Csak mondom, hogy egyébként a fűtők tegnap találtak lent a pincébe egy dohánnyal teletöltött kályhacsövet, érted? És valaki ott félretette, lehet, hogy az arra készül 22. éve. Szerintem ez rendkívüli dolog, ami történik, mert visszahat. Egyébként rám is visszahatott a Feri abszolút, úgyhogy... Azóta se gyújtott ára. Azóta se gyújtott ára, ami az jó. Nem ilyen szempontból, hanem van egy borzasztó jó motiváló ereje ennek. Borzasztó jó, nem csak a dohányzás, hanem minden függőséggel kapcsolatban. Uh-huh. Úgyhogy ettől is utána egy kis áfonya lekvárt. Hát, ha te is lejössz a karobról, mi? Igen, és a hajdináról, a csicsok a szirupról. Gábor, jövőre folytatjuk. Én köszönöm a lehetőséget. Vigyázz magadra. Kellemes ünnepeket nektek, meg szervusztok. Magyar hangok. Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim. Ez a Morning Show a Klassz FM-en.